tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Kifújom a nózimat, és el is kezdjük a mai adást. Nózi! Hát ezt a szót már mióta nem hallottam. Hát Csabi, mert egy barlangban laksz. Hát igen. Csaba, aki egy kő alatt él. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az entv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, ez itt a Parallaxis 34. része, a mikrofonnál Horváth Ádám, Tamás, de természetesen itt vannak állandó műsorvezető társaim, Csaba és Miklós. Sziasztok, fiúk! Sziasztok! Sziasztok, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm! Nagy változás történt a Szokol Ébresztő háza táján. Miklós, mi történt? Mondd el, mintha nem tudnám, úgy kérdezem. Úristen, mi történt? Tudom? Ó, bizony, oké. Hát a Szokol Ébresztő nem csak haza költözött házi karanténban, hanem bizony az a fantasztikus dolog is megtörtént, hogy a Parallaxis podcaston most már, Parallaxis podcast mellett most már a Parallaxisnak a SoundCloud csatornáján elérhetőek a Szokol Ébresztő adásai is. Persze csak felmenő rendszerben, tehát az első ilyen adás, az a 89. azaz a múlt hétfői, amit ott vissza lehet hallgatni, de fokozatosan szépen sorban jönnek majd a továbbiak is mostantól, tehát egy sokkal jobb, könnyebben használható formátumban is hozzáférhetnek a rajongók az adásainkhoz. Mennyit mondtál? 89? Igen, a 90. lesz a következő adás. Durva, mi? És mi még csak a 34-nél tartunk. Hát soha, így, hogy mind a ketten két hetente vagyunk, hát soha nem érünk utol, Miklós. Hát ez szörnyű. Ez szörnyű így a Parallaxisból nézve. De örülünk, hogy a Szokol hamarosan eléri a 100-at. Azt majd megünnepeljük majd itt a Parallaxisban is. De tudod, múltkor megbeszéltük, hogy ha a Szokol Ébresztő szerkesztőségét felküldjük egy űrhajóval gyorsan, akkor lehet, hogy utolérhetjük egymást. Iker paradoxon. De most hagyjuk, ez a múltkori témánk volt. Hoppá, nagyon tudsz, nagyon tudsz. Akarsz arról beszélni, hogy miért vagy házi karanténban itt a műsorban? Nem, mert egyébként mire a műsor adásba kerül, addigra már nem leszek házi karanténban, de körülbelül egyébként mindenkinek azt ajánlom, hogyha megteheti és koronavírus gyanús tüneteket észlel magán, akkor is maradjon szépen otthon 10 napra, hogyha például, mint nekem, azt mondják, hogy nem elég súlyosak a tünetek, és ezért a tesztelés az nem jár. Hát aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy home office-ból tudja csinálni, amit csinál, tehát mondjuk például nem böllér, akkor az például jobb, hogyha otthon marad, mint én. Szerintem mi ezt csináljuk itt most családilag, és hát szerintem jó lenne, ha egy kicsit terjedne ez a fajta viselkedés, én azt gondolom. Nyugtass meg minket és a hallgatókat is, hogy azért minden rendben van, és semmi probléma nincs az egészségeddel és a családod egészségével. Nem, semmi komoly, nagyon kösz, minimálisak a tüneteink, csak pont olyanok, mint amilyennek írják, úgyhogy ezért volt gyanús a dolog. Én azt javaslom, hogy ez után a egészségügyi néhány perc után, meg a szolgálati közleményes bevezető után térjünk is rá a mai témánkra, ami egy ilyen androidos, emis téma lesz itt az adásban, ahol vendégünk lesz a műsor folyamán Markovics Botond, azaz Brandon Hackett, akinek megjelent nemrég egy új könyve, és erről beszélgetünk, illetve ennek a sztoriáról beszélgetünk majd Brandonnal, Botonddal, ami szorosan, vagy legalábbis erősen kapcsolódik a mai témánkhoz. No, de száguljunk is, akkor induljunk el, de ne fénysebességgel, mert annak az elérése szinte lehetetlen. Melyik volt az első találkozásotok mesterséges intelligenciával és vagy androiddal irodalomban, tévében, nagyvásznon, bárhol? Hát a Pinocchio az valid válasz, mert szerintem én még nem is tudtam olvasni, amikor egy képeskönyvben láttam róla illusztrációt, de nem hiszem, hogy nagyon mellélövök, mert a Pinocchio egyfajta előképe
ezeknek a mesterséges lényeknek, de ha nem szeretném nagyon megkerülni a kérdést, úgyhogy van itt nekem a fejemben, amikor felmerül ez a mesterséges lény topik, akkor a C-3PO-nak az arca villog. Úgyhogy ő is egy olyan korai élmény volt nekem valószínűleg, ami alapvetően meghatározta az én reakciómat, hogy hogyan képzelek el egy mesterséges lényt. Ez a tipikus bádogember, tudjátok, most a Pinokkió mellett szerintem a bádogember is egy előzménynek tekinthető, hiszen a 20. századi film történelemben eléggé ilyen kockatestű robotok alakultak ki. Most ezt magamtól találom ki, tehát hogyha van olyan szakdolgozatíró, kultúrtörténetileg, aki ért ehhez és olvasó, akkor azt pontosítson vagy javítson engem ki. De később kezdtek szerintem megjelenni az ilyen emberszerű androidok, és nem tudom igazából, hogy most a Schwarzenegger vagy a robot zsaru a úgynevezett kibernetikus organizmusok közül melyik volt számomra előbb. Őket szerintem inkább képregényben láttam először, mint filmben, de nekem ezek az élményeim vannak, amik így nagyon beugranak, nagyon korai életemből. Egyébként lebuktattad Geppettót, mert igazából kiderül, hogy ő Dr. Sung, nem? A Star Trekből, és akkor valójában Pinocchio Déta. Abszolút, szerintem megvan a Star Trekben ez a párhuzam. És szerintem az igazi ős gólem kép, és nekem egyébként lehet, hogy gyerekkoromban is amúgy ezzel a mesével találkoztam először. Bár a Pinocchio lehet, hogy nálam is beelőzte, de a gólem, azt tudjátok, mi volt a gólem? A 16. században volt ugye a prágai gettóban, a zsidó városrészben volt az egyik híres lővrabbi család egyik tagja, a Juda nevű, és akkor ő volt az, aki agyagból gyúrt műembert készített a legenda szerint, hogy egy valami varázserejű kis papírtekercsecskét egy ima szöveggel belehelyezett az agyagba, és akkor ő elkezdett ott zúzni. És persze először mindenféle hasznos dolgot csinált, aztán persze az emberek ellen fordult, meg minden, szóval elég nagy córesz lett a dologból, és na mindegy, de hát szerintem ez az, én nem tudom, sokat gondolkoztam ezen, hogy mi az első olyan mitológiai eset, ami lényegében arról szól, hogy ilyen emberszerű lényeket hoznak létre, mesterséges anyagból, hát lehet, hogy ez, és ezt én mese formájában olvastam, mert egyébként ez Grimm fivérek történetét is megihlette, tehát hogy ezt én mese formájában ismertem meg kiskoromban, és persze, hát akkor nyilván, akkor nem kerülhetjük meg, mert egyébként meg nekem érdekes módon, annak ellenére, hogy nem én vagyok itt a főtrekker, de nekem azt hiszem a Star Trek volt az első android élményem, de hát erről gondolom, hogy később sokat fogtok beszélni, de nekem tényleg így volt, mert én a Star Wars univerzummal, a C-3PO-val sokkal később találkoztam érdekes módon, mert a Star Trek nemzedék az talán a SAT-1 vagy az RTL, de valamelyik német tévén az rendszeresen ment, amikor én kicsi voltam, és én azt hiszem ott láttam először androidot. Tök jó kezdtük ezt az adást, mert minden jó esszé, meg minden jó szakdolgozat úgy kezdődik, hogy már az ókori görögök is, valahogy mi is így csaptunk bele itt a történeti áttekintésbe az adásunkban. Hát igen, így is kell. Te is ezt tanítod a szakdolgozatíróidnak, hogy így kell fölépíteni, igaz? Persze. Ha már szóba jött, hát ugye a leghíresebb android az talán tényleg Data, a Star Trek TNG-ből, 87-ből, tehát a 80-as években járunk. Tudunk arról, hogy Roddenberry korábban is kacérkodott volna az android gondolatával a Star Trekben. Mi a helyzet a TOS idejében? Ott mennyire jelennek meg ezek a karakterek a 60-as években? Hát ott nagyon megjelennek. Van a Mitől ember az ember című epizód, és ott már konkrétan emberszerű androidok vannak. Dr. Corby, aki sosem volt itt, ez annak az epizódnak a poénja, lehet, hogy le is lövöm itt az egészet a francba. Ő is egy android, kiderül róla, ugyanis ebben a részben. Úgyhogy már vastagon ott is vannak, és nem ez az egyetlen felbukkanás, azért vannak még emberszerű gépek a Star Trekben is.
De azért a TNG-ben, az új nemzedékben, amiben a Data is szerepel, mindenképpen újdonság, hogy ő állandó szereplőként a Csillagflotta teljes joggal bíró tagjaként jelenik meg, ugye ez a mesterséges lény, és a sorozat közben folyamatában tud fejlődni a karakter, egyre emberszerűbb akar ő lenni, tehát ez megkülönbözteti azért őt erőteljesen az epizódikus androidoktól, hogy neki van karakteríve, és neki van története, amit el lehet mesélni. Ugye, mint mesterséges intelligencia maga, vagy mint a pozitron agy, nem sokára majd mindjárt beszélgetünk Asimov kapcsán erről, az ugye magát az intelligenciát, az alkalmazkodó robotot, a tanulékony robotot takarja igazából, akivel úgy beszélgethetünk, mint most mi. De mondjuk ott van a Voyager-ben a holografikus doktor, akinek nincs teste, csak egy fotonikus kivetítés, egy kivetülés, de ugyanúgy egy android szintű mesterséges intelligencia tulajdonképpen. Miben különbözik a doktor a Datától? Nem tudom, a doktornak vannak ilyen, nem tudom, szerverei a Voyager szerverszobájában, amíg a Datának a pozitronikus agyába belefér minden információ, vagy milyen különbséget kell nekünk itt felfedezni gyakorlatilag a két karakter között? Hát alapvetően nekem is ez az, ami elsőre lejön, hogy a doktor az egy rugalmasabb entitásnak tűnik, hiszen hogyha van adattárolásra lehetőség, akkor az ő mátrixát oda lehet tenni egy adott szobába, ahol vannak holokivetítők, vagy hogyha van mobil sugárzó, akkor belefér az ő programja, és bárhol megjelenhet, házhoz jön a doki, ugye, ahogy poénkodnak ezzel az epizódban. Data meg idézőjelbe bele van zárva a testébe, tehát ő neki ott van az agya, ahol éppen jár az ő bádokkasznia, tehát alapvetően csak ennyi különbség van a kettejük között, de mindketten mesterséges lények. A Data az egy pozitronikus agy, a doktor az meg ki tudja, hogy milyen algoritmusoknak a összessége. Szintén Roddenberrynek bár a halála után készült az Androméda című sorozat, ahol ugye maga a hajó az Androméda, ami egy mesterséges intelligencia, de ott ő is azt hiszem a későbbi részekben egy ilyen hát android testet tud ölteni. Ott érzem ezt így összevonva egy kicsit. Igen, nekem most állt meg a tudásom, mert az Andromédára már nem emlékszem. Akkor viszont beszélgessünk Asimovról, mert hogy szerintem nagyon fontos, hogy mielőtt belemegyünk a mesterséges intelligencia meg androidok világába, fontos, hogy lefektessünk szabályokat. Ezek közül három, ami nagyon fontos. Igaz, Miklós? Így van. Ezek az, ugye, hát Isaac Asimov egyébként nyilván azért a kedvenc szerzőm nekem például, meg ugye sokan másoknak is, mert hogy ő egyrészt persze kiváló science fiction író, másrészt pedig egy iszonyatosan éles elmélyű kutató volt maga is, tehát ő egyébként kitűnő ismeretterjesztő könyveket is írt, meg mindent, tehát nagyon, nagyon tudományszerűen írja még a legelrugaszkodottabb dolgokat is, és ugye ezért imádom, és ő volt az, aki az 1942-es eredeti novellájában, aminek Runaround volt a címe, és ebből készült egyébként sőt, hát lényegében ugye ez az Én a robot, iRobot gyűjteménybe is bekerült, amiből aztán a film készült. Szóval ott van maga a három törvény, a novella szerint 2058, tehát már nincs sok időnk addig, a 2058-as robotikai kézikönyv 56. kiadásában jelenik meg a következő módon. A robotnak természetesen nem szabad egy embernek sérülést okoznia, akár oly módon sem, hogy engedi egy másik embert, hogy egy embert bántson. Tehát, hogy nem csak az, hogy konkrétan a robot nem bánthat egy embert, hanem konkrétan az ember-ember küzdelmet is, ember-ember bántást is meg kell tudnia akadályozni. Persze ez nagyon érdekes, hogy ezt hogy lehet egyszerre keresztül vinni. És akkor aztán természetesen a második törvénye az, hogy a robotnak mindenképpen engedelmiskedni kell az utasításoknak, amelyeket az emberek adnak neki, kivéve abban az esetben, amikor ez az első törvénnyel ütközik, tehát hogyha például egy ember megkéri a robotot, hogy rúgjál már fejbe, vagy adj nekem egy ciánkapszulát, akkor azt nem fogja teljesíteni. És a harmadik törvény
az pedig az, hogy mindenképpen a robotnak mindenképpen védje a saját létezését, mindaddig, amíg az első és a második törvénnyel nem kerül összeütközésbe, tehát a robot az például igenis megvédheti saját magát, például akár állatokkal szemben is, vagy akármilyen helyzetekkel szemben, más robotokkal szemben is, minden, de természetesen nem kerülhet konfliktusba az első és a második törvénnyel. És hát ez olyan szinten elterjedt, ez az Asimovi három törvény, hogy szerintem ez bőven kinőtte az Asimovi univerzumot, tehát hogy azóta rengeteg helyen hivatkoznak ezekre a robotikai törvényekre. Olyannyira, hogy aztán később egyébként az Asimov kiegészítette egy nulladik törvénnyel, még bónuszba, hát egy nulladik, vagy hát ilyen módon a negyedik, de nulladiknak hívja Asimov, hogy a negyedik törvény az az, hogy nem csak az egyes embereket, hanem az emberiségetnek sem okozhat kárt egy robot, és ráadásul a tétlenséggel sem engedheti azt, hogy az emberiséget baj érje, vagy az emberiség ártson magának például. Tehát a bűnösök közt cinkos, aki néma, ugye, hogy ez Babits írja a Jónás könyvében, hát ugyan a robotnak nem szabad ilyen módon nyugton maradni, miközben az emberiség éppen összezúzza magát, akkor is a robotnak ezt nem szabad hagyni. Ugye ez egy igazán nagyon érdekes dolog, és persze, mivel hogy azt már kibeszéltük egy korábbi adásban, hogy a mérnököket nagyban inspirálták a 20. 21. századokban, hogy miket olvastak a science fictionben, konkrétan rengeteg Asimov rajongó van, hát nyilvánvaló, hogy a mesterséges intelligencia mostani kutatói között és fejlesztői között is számtalan sokan vannak, akiket éppen az Asimovi novellák indítottak el például ebbe az irányba. Éppen ezért elképzelhetően nagy a befolyása, és úgy tudom, hogy egyébként most is igyekeznek ilyeneket mondani. Ilyen módon implementálni, amit lehet. Én például mindig nagyon gondolkozom azon, hogy például egy robot, hogy azt kimondta meg, hogy egy robot nem hazudhat. Például vannak ezek a kapcsák, amikor be kell x-elned, hogy nem vagyok robot. Hát most őszintén mennyibe kerülne egy mérsékelten mesterséges intelligenciát megtanítani arra, hogy be x-elje azt a négyzetet, hogy I am not a robot. Tehát aki ezt odaírja és komolyan veszi, az önmagában valahogy azt hiszi, hogy egy kimondatlan ötödik törvényt is betartanak a robotok, például azt, hogy mindig igazat mondanak, jó, de most csak hülyeskedek, szóval ilyen nyilván nincs, de igen, Asimov az mindenképpen a robotikának ilyen módon az egyik szülő atyának tekinthető. Ahogy szó jött Détáról, van is kapcsolat Asimovval, sőt a Star Trekben is van kapcsolat Asimovval, igaz? Igen, mert neki pozitronikus hálózata, pozitronikus agya van, és ezt múltkor be is olvastuk itt a Parallaxisban, hogy Asimov honnan szedte ezt az egészet. Ő igazából, hogyha nagyon, hát ilyen sarkosan akarom megfogalmazni, akkor azt mondta, hogy jól hangzott ez a pozitronikus agy, mert hogy akkoriban jött ki ez a pozitron elmélet, talán erről Miklós tud többet mondani, meg jobban, hogy mikor és hol, és hogy ez mit jelent, és akkor ezt a Asimov meghallotta, és beleírta az ő regényeibe, hogy akkor így fognak működni az androidok, de később azt mondta, hogy hát nem kellett volna, mert inkább jobb lett volna a hagyományos, eddig ismert áramköröknél maradni. Igen, igen. Egyébként a pozitronikus agy az pont ugyanabból a Runaround-ból jön, tehát abból az 1942-es novellából, amelyben ezeket a három törvényt is lefektette Asimov. És tényleg egyszerűen csak azért, mert hát amikor a második világháború első éveiben, 39-40 környékén fedezték föl egyébként a pozitron, tehát akkor ez egy vadonatúj dolog volt, és nem nagyon tudták pontosan, hogy micsoda a pozitron, tehát arról még akkor nagy viták voltak. Például a múltkori adásunkban is szóba került, ugye, hogy például meg olyan elméletek is voltak, hogy a pozitron az egy elektron, ami visszafelé halad időben, szóval mindenképpen egy nagyon exotikus csuda dolognak tűnt, antianyag meg minden, és valóban Asimov egyszerűen, aki egyébként maga is akkor azt hiszem még doktorandusz volt egyébként, vegyész, rajta tartotta az ujját a kor ütőerén, ami a tudományt illeti, egyszerűen megtetszett neki ez a szó. De akkor még nem nagyon tudta senki se, hogy pontosan mifán terem a pozitron, tehát azért ezt hozzá kell tenni, de mindesetre nagyon jól hangzott neki, és tényleg baromi jól hangzik, ugye annyira jól hangzott, hogy
láthatóan még a 60-as évektől kezdve is használták. Ugye például a Star Trek univerzumban, amikor már persze lényegesen többet tudtak a pozitronokról, de még mindig jól hangzik. Ez a pozitron, az annyira jól hangzik, hogy lehetne ilyen tévégyógyítóknak is a szövege, hogy több pozitív energia kell, a pozitronokat fogadjuk be. Küldöm a pozitront. Küldöm. Jó, végül is a lényeg az egészben az, hogy a robotok, az androidok segítenek nekünk, vagy legalábbis ezzel a szándékkal kerülnek általában az emberekkel kapcsolatba, ahogy az Én a robot című filmben, ami egyébként most szeptember, mindjárt megmondom, talán 6-án, szeptember 9-én, pont a névnapomkor lett 16 éves, legalábbis a magyarországi bemutatóját tekintve, vagy akár például Mikrobi kapcsán, akit nem nagyon sokszor emlegetünk, de hát ő egy ilyen háztartásbeli háztartás robot, igaz? 1976-ból. Igen, meg egyébként ugye a Mikrobi az konkrétan magyar volt, ugye? Lebukok, ugye? Hát volt, hogy én is kő alatt értem, ugye? Viszont a Jetson Family-t én is néztem persze, a The Jetsons, az amerikai sorozat, és most pont azon gondolkozom, mert ugye az akkor ment magyarul is, persze ez egy sokkal régebbi sorozat, és hát pont ezt akartam kideríteni, és az már a 60-as években, és abban is voltak mindenféle, igen, 1962-ben kezdték a Hanna-Barbera az eredeti Jetson családot, arra biztos emlékeztek, aztán a 80-as években, amikor picik voltunk, akkor kijött újítva, és abban is voltak mindenféle ilyen háztartási robotgépek, de tényleg robot alakú háztartási gépek. Na, de a Mikrobiról meséljetek, mert én tudom a hangját utánozni, meg minden, de most, hogy visszagondolok, meglepően kevés élményem van róla, hogy majd újra fogom nézni. Most ez nekem egy feladat, de addig mondjatok már. Idézd meg el, mondtad, hogy tudod a hangját utánozni, idézd meg Csákány Lászlóz, kérlek, Miklós. Jaj, nem tudom. Egyszerűen nem tudom. De szíves, de majd csinálunk Mikrobi hangutánzó versenyt. Most egyébként konkrétan azért nem tudom, mert tényleg nagyon rosszul van a torkom. Ja, jó kifogás, de tényleg. Na, de mutasd, Ádám, hogy kell. Én nem tudom, és nem is akarom magamat itt égetni, de azt el tudom mondani, hogy egyébként a kisebb bugyut a történetektől eltekintve, hiszen azért egy 76-os esti rajzfilm sorozatról volt szó rövid epizódokkal. Attól függetlenül azért, tehát nem megy bele a dolgok vizsgálatába, úgy nézzük, hogy elfogadjuk, hogy ez így van, és elfogadjuk, hogy van egy űrhajója a családnak, amivel utazgatnak, de ettől függetlenül azért maga Mikrobi, az egy ilyen, ahogy mondtam, egy ilyen háztartási robot, néha föl kell vernie a tojást, néha vigyáznia kell Pepére, ugye a gyerekre. Tényleg, Pepe, ez az. Tényleg. Igen. Úgyhogy hasonló, az Én a robotban látott, most nem amikor elmegy az eszük a robotoknak, és mert a Viki irányítja őket, hanem általában ott ugye úgy látjuk a robotokat, hogy egy ilyen házi segítő robot, ugye ott a Spooner, azt hiszem így hívják a főszereplő Will Smith-t a filmben, ő neki a nagymamája is kap egyet például, és akkor ott segít neki szeletelni, meg főzni, meg mit tudom én. De hogy gyakorlatilag ezt látjuk, ugye rögtön a kezdőképsorok egyikében látjuk azt, amikor nagyon gyorsan fut egy robot egy táskával, és ugye a főszereplő azt hiszi, hogy hát a robot most valami bűnt követett el, miközben csak hát nem is tudom, hogy fogalmazza, gazdájához. És akkor ez egy ilyen jó, sietett a robot, hogy mert valami gyógyszer volt a táskában, tehát hogy jó megfogalmazás ez? Tehát, hogy nem hozza és idézi ez vissza a rabszolgatartó éveket? Tehát, hogy... De, ezt mindig rossz nézni. Már beszéltünk erről, amikor emberek ütik, vágják, parancsolgatnak, nem tisztelik. Hallod, nem Boston Dynamics? Vele. Hallod, Boston Dynamics? Igen, hát de csak gondoljunk magunkra, tehát ne verjük rá a balhét másokra. Hát hogy beszélünk a Windows-zal például? Rajta töltjük ki a mérgünket, még hogyha úgy is gondoljuk, hogy megérdemelten szólunk oda a számítógépnek. Hát szerencsétlen, akkor, amikor nem éppen befagy, vagy lassul, vagy indokolatlan hülyeséget csinál, akkor a mi hibánk, hogy nem azt csinálja, amit akarunk, mert rossz parancsot adunk neki. De valóban ez...
és ez a film is ezt a három törvényt járja körül. Kicsit csodálkoztam, most a Miklós azt mondta, hogy 2052 az eredeti mű, minthogyha a filmben 2035-re hozták volna előre a cselekményt. Az még közelebb van, és még jobban rácsodálkoztam, hogy nagyon bevállalták a készítők. Hát figyelj, azt tudom, hogy a novellában az van, hogy a 2058-ban jelent meg az 56. Jó. kiadása a robotok kézikönyvének, szóval ez simán akkor nincs ellentmondás. Azzal. De nekem sima ezek a törvények, hogy ellentmondanak egymásnak, ez nehéz ügy, mert ugye ha fut a robot a táskával, az benézhető azért, meg vannak azért egyértelmű szituációk, hogy egy símaszkban egy ember egy öregasszonyt bántani akar, vagy egy nőt bántani akar az utcán, az egyértelmű. De hogy különbözteti meg a robot előzmények és kontextus nélkül, hogy melyik embernek a védelmére kell kelni? Mondjuk a tévében vitatkozik két politikus, éppen önre mennének, vagy egy vírusrealista ember, meg egy tudós ember összeverekedne, akkor kinek a pártjára fog állni a robot? Tehát itt ez már túlmutat a három törvényen. Egyébként a kedvenc Asimov novellám egyébként pont ezt járja körbe, hogy van egy nagyon népszerű jelölt egy elnökválasztási kampányban, aki torony magasan vezeti a közvéleménykutatásokat a másik jelölttel szemben, de akkor elterjed vele kapcsolatban, hogy ő valójában egy humanoid robot, tehát egy android. És akkor persze elkezd csökkenni a népszerűségi indexe, és egyébként valóban az. De éppen ezért, hogy bizonyítsa a népnek, hogy nem egy android, ezért megrendeznek egy olyan jelenetet, hogy kiáll egy vita hevében, és valakivel valaki felidegesíti, és bemos neki egyet. És az ember, az mit tudom én, kiköpi a fogát, és összeesik meg minden. És akkor ez elterjed a híradóba, hogy mindenki látja, hogy ő egy valódi ember, hiszen megütött egy másik embert, és akkor persze elmúlik a gyanú árnya, ami eddig rávetült, és annak rendje és módja szerint meg is nyeri a választást, és persze az volt a megfejtés, hogy ő nem sértette meg a robotika egyik törvényét sem, csak egyszerűen az odaszervezett statiszta, akit megütött, az maga is egy másik robot volt. És szóval egészen kacifántos szituációkat hozhat ez az egész össze. Nekem amúgy a legszívbemarkolóbb körüljárása ennek, amin tényleg lehet, hogy most ez gáz, de én egy kicsit azon a filmen sírva szoktam fakadni mindig, az az AI, tehát a Spielberg féle 2001-es film. Olyan jó. Tulajdonképpen a Pinocchio. Nem. Nem csak modern Pinocchio történet, ugye, és akkor persze ez egy kisfiú, akit arra programoztak, hogy szeresse az anyukáját, és őt persze meg is vásárolják a szülei, akinek nem lehet gyereke, és akkor aktiválják annak rendje és módja szerint, de amikor a szülők tényleg tudnak biológiai gyereket létrehozni, akkor ez a robotka, vagy hát ez a robot kisfiú az utcára kerül, és akkor megy, mendegél, és akkor tényleg jól bejárja az egész dolgot, nagyon jól felderíti ez a film szerintem az egészet, ott is vannak persze a kornak megfelelő ludditák, a géprombolók, az olyan emberek, akik gladiátorviadalokra járnak, ahol ilyen elhasznált robotok zúzzák egymást, meg emberek vernek szét robotokat, hogy itt éljék ki magukat, pont ahogy a Windows-t leüvöltjük, csak még durvábban, tehát megsemmisítik őket, meg minden, és akkor persze ez, mivel egy törhetetlen kis lény, ezért évezredekig eléldegél, amikor az egész emberiség kihal, de ő még mindig ott van, és várja a csodát. De mindegy, nem akarom elszpoilerezni, hogyha valaki az elmúlt 19 évet egy kő alatt töltötte volna, mint én a mikrobival, ugye, akkor, vagy hát a mikrobi nélkül, akkor az mindenképp nézze meg. Én szerintem az van a filmben, egyszerűen minden olyan kérdés előjön ezzel kapcsolatban, ami előjöhet így morálisan. És én magam is azt gondolom, hogy ha már tényleg mesterséges intelligenciáról beszélünk, tehát olyas valamiről, ami az úgynevezett Turing-teszten át tud menni, akkor semmi okunk nincs arra, hogy azt ne tekintsük magunkkal egyenrangú intelligenciának. Ugye a Turing-teszt az ugye arról szól, hogyha kérdéseket teszünk föl egy valakinek, aki egy mondjuk a fal túloldalán van, és nem tudjuk ki az, és hogyha nem tud nekünk, és ha nem lepleződik le, hogy az egy robot, aki ott van,
Tehát ha mi át tud verni minket végig egy bármiről szóló hosszú beszélgetés alkalmából, át tud verni minket, hogy ő valóban egy intelligens emberi lény, akkor bizony úgy is kell tekintenünk. Annak ellenére, hogy persze mondhatjuk, hogy más algoritmusok dolgoznak benne, és nincs tudata, de kétségtelen tény, hogy kívülről ezt nem tudjuk megítélni. Ez a pozitivista hozzáállás, ha úgy tetszik. Tehát a pozitivizmus az azt jelenti a fizikában, hogy csak olyasmiről szabad állítani valamit, ami mérhető és ellenőrizhető, és ilyen módon nem fog, például én magam is feltételezhetném bármelyik másik embertársamról, hogy nincs lelke, mert miféle bizonyítékon van nekem arra, hogy XY-nak, akivel beszélgetek, van lelke, és nem csak jól beprogramozott algoritmusokat futtat a fejében. Persze hülyeség, de nyilván lehet, hogy maga a lélek az pont ezen algoritmusok összessége, szóval a franc se tudja. Tehát ha valaki úgy viselkedik, mint egy értelmes lény, mondja a Turing-teszt, azt szerintem minden okunk megvan teljes körű értelmes lényként tekinteni, és ennek megfelelő jogi védelemben is kellene részesíteni. Akkor is, ha az nem egy fizikai testben levő személy, hanem mondjuk egy felhőben van. Mármint nem egy égen levő felhőben, hanem egy személy. Emlékezzünk csak például a Voyager-ben arra az epizódra, amikor a doktor ír egy holoregényt, és a szerzői jog viszonyáról, a szerzői jogokról vitatkoznak az epizódban, hogy vajon megilleti-e egy mesterséges intelligenciát, egy idézőjeles robotot, egy nem valós lényt a szerzői jog. De nagyon elkanyarodtunk attól, amit akartam mondani, hogy a manapság, a mai életünkben, 2020-ban is előjön az a probléma, amit még korábban Csabi említett, például, hogy ugye hogy el tudja dönteni, tud-e mérlegelni egy mesterséges intelligencia. Ugye itt a önvezető autó kapcsán ez újra-újra felmerül, amikor az önvezető autó elüt valakit, de nem azért üt el, mert nem látta, hogy ott van a személy, hanem mondjuk azért üti el véletlenül, vagy hát nem véletlenül, hanem azért üti el, mert mondjuk mérlegelte a helyzetet, és úgy gondolta, hogy az a kevésbé rossz, bármennyire is morbidan hangzik. Igen, köszönöm szépen akkor a gondolatokat. Én vártam, hogy Csaba mondjon valamit, mert annyit pofáztam, bocs. De duplázhatsz, mert nekem már nincs ehhez épp eszű gondolatom. Hát mindegy, akkor megyünk is tovább itt a műsor sűrűjében. És akkor térjünk rá a negatív vonulatokra, mert hogy ugye beszéltünk erről a három törvényről, és mondjuk vegyük azt, hogy ez a három törvény az egy olyan dolog, ami teljes mértékben mondjuk a jövőben és a jövő valóságában is mondjuk lehet egy olyan három törvény, amit belevernek, beleégetnek az androidok vagy a mesterséges intelligenciák bioszába, és akkor ott ennek betartásával tud működni, és minden happy és jó. De kijátszható ez a három törvény? Hiszen az én robotban is látjuk, hogy a mesterséges intelligencia, a Wiki, aki egy pozitron agy, az gyakorlatilag kijátsza, vagy átértelmezi ezt a három törvényt, és az emberek ellen fordul. Hát szerintem nincs olyan gépezet, amit ne lehetne meghekkelni, vagy ha rossz kézbe jut, akkor kicsit mahinálni rajta, és minden film erről szól. Itt nem csak az Én a robotot tudom ajánlani, hanem egy frissebb művet, a Farkas gyermekei című sorozatot. Ezt meg lehet találni egy streaming szolgáltatónak a kínálatában. Itt is az történik, hogy egy androiddal mahináció történik, beavatkozás, és mást fog csinálni, mint az ő eredeti célja. Úgyhogy ezek a törvények, nem az Asimovot akarom bántani, meg nem az egésznek a létjogosultságát akarom megkérdőjelezni, de szerintem semmit sem érnek. Na jó, de itt mondjuk az Én a robotban nem hekkelésről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy ez rossz kezekbe került volna. Persze. Ott maga a mesterséges és intelligencia, maga Wiki a rossz kéz, ami mozgatja a szállat. Ez meg a másik, hogy ő minden bizonnyal felül fog magán emelkedni, meg a saját programozásán, meg az emberiségen. Miklós Mutkóval olyasmit mondott, hogy érdekelni fogjuk-e a robotokat, hogyha ők valami, már teljesen máshol jár az agyuk. Nem biztos. Hát egyáltalán nem, tehát én is úgy gondolom, hogy egy intelligens, hogy az ember is egyébként egy példa egy intelligens lényre, nyilván nekünk is vannak, ha nem is az agyunk belsejébe égetett, de evolúciósan is kialakult
vagy társadalmi fejlődés útján kialakult morális imperatívusaink, meg mit tudom én, van 10 parancsolat, vagy mit tudom én, ezernyi olyan dolog van, hogy mondjuk ne verjük el egymást az utcán, vagy mit tudom én, és ezt a legtöbbünk egyébként többé-kevésbé be is tartja. De az intelligens lény az pont attól intelligens lény egyébként, hogy nem vakon követi ezeket az utasításokat. Úgyhogy én se tudom elképzelni, hogy olyan szint, hogyha valami ilyen működési algoritmusok ilyen mélyen belennének égetve egy agyba, akkor az hogy tudna mégis intelligens lenni anélkül, hogy képes legyen ezeket felülírni. Tehát, hogy én ezt nem tudom. Nyilván az intelligenciámmal nem tudom szabályozni, hogy kevéssé tudom szabályozni jó esetben azt, hogy áramlik a testemben a vér, meg dobog a szívem, meg ilyenek, mert ezek úgy magától mennek. De az, hogy, és akkor ezért ezt nem is képezi az intelligencia részét, de az, hogy tényleg így úgymond a bioszba belegyenek égetve ilyen alapvető valamik, amik azonban viselkedési normákkal kapcsolatosak, és ne legyen olyan helyzet, hogy én azt tudatosan át tudom hágni, akkor lehet, hogy ezzel kimondjuk azt, hogy nem is vagyok intelligens. Tehát lehet, hogy a kettő az szerintem valahol ellentmond egymásnak. Én azt gondolom, hogy én egyetértek azzal a Csabával, abban a Csabával, hogy itten nem lehet intelligenciáról beszélni anélkül, hogy megadnánk annak a lehetőségét, hogy igenis tudatosan felülírja ezeket a törvényeket. Az más kérdés, hogy ezek ajánlások, hogy az emberek sem azt csinálják, ami az ösztönlénynek eszébe jut, ugye, mert ahogy mondani szokták, akkor hullákkal és terhes nőkkel lenne tele az utca, ugye, tehát, hogy szerencsére az emberek nem csinálják azt, amit mindig gondolnak, de hát azért előfordulnak kivételek, és végül is ez szerintem az intelligenciánkból következik, bármilyen hülyén is hangzik. Ezzel az egész témával kapcsolatban, amiről már beszélgettünk, egy másik oldala is felmerül, mondjuk, amikor a mi elménk egy mesterséges vagy klón testbe kerül. Ugye ezt leválaszthatjuk, meg külön is, meg együtt is kezelhetjük. Most az, hogy most ez egy android test, ami fölépül valahogy, mint mondjuk Data, vagy egy klón test, ami klónozás során jön létre, ez most a témát tekintve mindegy, amúgy természetesen nem, de mondjuk a robotzsaruban gyakorlatilag ezt látjuk, sőt, ott egy ilyen hibrid rendszert látunk, mert nem elég, hogy a szerencsétlen Alex Murphy-t miután szitává lövik, robotot csinálnak belőle, vagy robotzsarut csinálnak belőle, de és hiába marad meg a tudata, mégiscsak egy számítógépes program lesz maga az ember, és harcol is emiatt önmagával. Mit gondoltok ezekről a szituációkról? De ugyanígy említhetném mondjuk a Klónok című 2018-as Keanu Reeves filmet, amiben meghal a főszereplő családja, és klónozzák a testeket egy eljárás során, illetve ami fontosabb, hogy a főszereplő rendelkezik azzal a technológiával és tudással, ahogy a személyiségüket, a lelküket, az agyukat, a gondolataikat át tudja ültetni a klón testbe. Hát a robotzsaru az egy fájdalmas, a Peter Wellernek az arcán látszik, hogy az neki nem jó, ami történik vele, csúnyán meg is hal ott a filmben, és az egy elborzasztó példa szerintem. Nem, nyilván nem ő akarta, nem egy önként vállalt szerep az övé, hanem így alakult. De a robotzsaru az eleve egy nyomasztó világ, ezek a megakorporációk, ez a nagyon Verhoeven-es ilyen kifordított világ, annyira nem kifordított, mert nyilván van alapja, és látjuk a buktatókat, hogyha párhuzamot vonunk a saját világunkkal, akkor bizony ezekre figyelni kéne. De az egy baromi sötét világ, inkább kívánatosabbak az olyan művek, amiben mi magunk választjuk ezeket az implantátumokat, vagy testeket cserélünk esetleg, és ez meg már magának szerintem a halhatatlanságnak az ostromlása, hiszen ha a saját testünket úgy fogjuk föl, mint egy börtön, amiatt, hogy van lejárati ideje, hogyha ezt el tudjuk kerülni, akkor kész vagyunk, tehát megvan az örök élet, én azt gondolnám.
Így van, és igazából ugye ez csak lépésről lépésre is megvalósulhat ez a dolog, mert szerintem, bár ugye persze, ha gondoljunk a Neuralinkre, vagy bármilyen dolgokra, amik mostanság ugye itt vannak az életünkben, karnyújtásnyira már, tehát hogy ez a gyorsított evolúció, vagy szuper evolúció, ez a, az emberen túli létezés, egyfajta szuperember megteremtése, hogy ilyen Nietzsche-i izéket mondjuk, übermensch létrehozása, hát ez már itt van karnyújtásnyira. És hát az a helyzet, hogy a karnyújtás alatt azt kell érteni, hogy hát ha nem is most, de mondjuk 1-2 évszázadon belül, hogyha megérjük, akkor szerintem eljuthatunk oda, hogy praktikusan végtelenre kinyújtható az embernek az élettartama, csak persze ennek az lesz az ára, hogy teljesen másmilyen testekbe kerülünk, teljesen lehet, hogy olyan űrben repülő lények leszünk, akik napelemmel szerzik az energiát, és nem is kell nekik levegő, és rakétahajtóművekkel hajtják magukat előre, meg mit tudom én, de hát mégiscsak emberi elmék fognak ezekben lakni. És hát valószínűleg ez az evolúciónak egy szükségszerű, ugrásszerű következő lépése lesz, és ezt én az evolúció részének gondolom, hiszen a robotok is, amelyeket, ezt már pont ugye Neumann is mondta, hogy azok a robotok, amik magukról másolatokat tudnak készíteni, azok tulajdonképpen replikátornak, élőlénynek tekinthetők, ha már vannak ilyen űrszondák, amik másolják egymást, azok már kirajzhatnak a naprendszerbe, és úgy meghódíthatják az egész világot, mint hogy az élet meghódította a szárazföldet, amikor kijött a vízből, és akkor jött egy óriási robbanás. Tehát az evolúció úgy tűnik egyszer kitermeli ezt a önmagán túljutó mesterséges intelligenciát, ami a transhumanizmus esetén jelenti az embereknél, és akkor onnantól puff, egy nagy lavina indul be, és én azt gondolom, hogy ennek vagyunk a határán. A vérfagyasztónak vérfagyasztó, az biztos, és jó, hogy van science fiction, mert itt legalább még azelőtt eljátszhatunk mindennek a morális meg egyéb emberi problémáival, hogy valóban megvalósulna. Markovics Botond is megérkezett hozzánk időközben, akinek megjelent a legújabb könyve, az eldobható testek, részben azért kapcsolódik ez a mi témánkhoz is. Szervusz, Botond! Szia! Köszönöm a meghívást! Hát ez a sci-fi rajongóknak egy igazi csemegének ígérkezik, hiszen tele van olyan témákkal, ami napjaink emberiségét lázban tartja. Van itt egy tech guru, aki Isten képében költözteti ki a Földről az emberiséget a Jupiter és a Szaturnusz holdjaira, illetve aszteroidák belsejébe. Egy globális felmelegedésnél sokszor a nagyobb természeti csapás, ugye ez a napkitöréses história, és azért itt felbukkannak olyan szereplők, akiknek a tudata már digitalizálva lett, úgyhogy én érzek ebbe egy kis olyan összegzést, ami tényleg olyan témákat hoz össze, amik napjainkban nagyon mennek. Volt ilyen szándék egyébként, hogy minél több ilyen topik legyen, egymással legyen szilárdságú módon, és egymással szorosan összefüggve? Ezen így nem gondolkoztam annyira, tehát nem akartam olyan feltétlenül ilyen aktuális regényt írni, de aztán így adódtak tényleg ez a, ugye a tech milliárdosok, meg engem ez a transhumanizmus, ez aki olvasta a korábbi regényeimet, az tudja, hogy igen erőteljesen érdekel, úgyhogy többféle variációban szeretek ide visszatérni, hogy ezt így megvizsgáljam, hogy hova fejlődhet az emberi civilizáció, és milyen utak vagy lehetőségek állnak előtte. Úgyhogy, de meglepően én is azt gondolom, hogy azért így reflektál a mai korra sokban a regény, független attól, hogy nem ez volt az elsődleges szándék. Aha, akkor számodra is voltak meglepetések, úgy veszem ki. Neked hogy indul egy ilyen ötlet, hogy mi az a csíra, amiből így kiindulsz, egy karaktert látsz, vagy egy világot, vagy egy alapszituációt, mi az, amiből mindez így kibomlik? Na, minden regénynek van egy külön története, tehát így nincs egy ilyen kifejezetten mindig meglévő dolog, hogy indul a regény. Ez például egy... Még, nem is tudom, 2011 vagy 2012-ben egy elvetélt regény ötletemnek egyik része, egyébként a másik része az meg a Xenó volt, ami ugye az előző regényem, ami meg ilyen idegen civilizációkkal, meg kozmológiával foglalkozik,
és hát ez a kettő, ez így egy regénybe volt bele sűrítve, ami egy ilyen teljesen nem is akartam miatt összeállni, mert annyi mindent akartam egyszerre, hogy ez nem működött. És akkor abból lett az, hogy először az idegen civilizációk akkor éppen jobban érdekeltek, úgyhogy akkor megírtam a Xenót, és de hát közben már így ezen így dolgoztam, és tehát így alakult gyakorlatilag. Hát mind volt egy karakter, ami ugye a főszereplő karakter, a Virenni Orlandó nevezetű ügyésznő, meg volt ez a világ, amit hát nem tudom, nem akarom nagyon elspoilerezni, mert ugye nem azért a könyv az lebegtet sok minden, de ilyen, hát igen, tehát azért masszívan benne van ez a test nyomtatás, és tehát az, hogy tetszőleges testeket viselhetnek sokan, ha akarnak, tehát úgy, hogy napi többször válthatnak testet. És volt egy ilyen világom, de engem inkább az érdekelt ebben az egész történetben, hogy mit csinál az emberi civilizáció, hogyha megjelenik egy ilyen lehetőség vagy technológia, és ez gyakorlatilag hogyan hat magára a civilizációra, hogyha fölmerül ennek a lehetősége, ki hogyan reagál a társadalom, hogyan reagál, és ez milyen konfliktusokat okoz, és hát a regényben azért okoz elég sokat, gyakorlatilag egy ilyen naprendszerű szembelüli hát, űrháború is kitör azért, hogy most milyenek legyenek a jövő emberei. Ugye ez a Melvin Kadek, akinek a emberiség exodusza köszönhető, az első olvasatban egy ilyen Elon Musk-szerű figurának tűnik nekem. A hatalomkoncentráció az lehet, hogy az ilyen technológiai, tehát a nagy technológiákat birtokló embereknek a kezében fog összpontosulni, és ez ilyen országok és mindenféle eddig ismert hatalom fölé fog majd tornyosulni. Te érzel ebben veszélyt, vagy ez inkább egy kívánatos út, hogy ilyen utakat válaszunk, hogy mondjuk az űrkutatásban az államok kullognak az ilyen magánprojektek mögött? Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, szerintem van benne nagyon sok pozitívum is, meg veszély is, és egyébként jól látod, nem is feltétlenül az Elon Musk, de lehet akár a Jeff Bezos, vagy bárki, tehát igen, ő egy tech milliárdos, a Melvin Kadek, aki gyakorlatilag a saját kezébe vette azt, hogy merre kell az emberi civilizációnak haladnia, és ezt így évszázadokon keresztül meg is tudta tenni, anélkül, hogy kiderült volna, hogy ő mit is csinált a háttérben. És hát az ugye most azért látszik, hogy régen ugye hát azt szokták mondani, hogy a pénz hatalom, most igazából a technológia, ami egyre inkább a hatalommá kezd válni. Én jelen pillanatban látva, tehát ismerve, most ez így idézőjelesen ismerve, de hogy mondjuk mit csinál akár a Google-ben a Larry Page, meg a Sergey Brin, vagy akár a Jeff Bezos, meg az Elon Musk, vagy akár Mark Zuckerberg. Most független attól, hogy rengeteg buktató van abban, amit csinálnak, én valahogy pozitívan látom azt a nem teljesen pozitívat, de optimista vagyok, inkább úgy fogalmazom. Tehát én azért hiszek abban, hogy a technológia nagyon sok problémát, amivel küzdünk, vagy küzdeni fogunk, azt meg tud oldani, viszont nyilván vannak kockázatai és árnyoldalai is, de nem, én azért hiszek a technológiába, tehát alapvetően azt gondolom, hogy ez az emberiség jövője, és ez az, amivel előre tudunk haladni, hogyha újabb és újabb dolgokat, fejlesztéseket találunk ki, és megtaláljuk ezeknek a hátulütőinek azt a módját, hogy ezt hogyan tudjuk ezeket a hátulütőit elkerülni. Hát megjelenik itt az evolúció is egy kicsit talán felgyorsulva ebben a történetben, hiszen azok az emberek, akik elköltöznek, ők más gravitációs körülmények között élnek, és ezáltal más lesz a testfelépítésük, de van nagyon sok, úgy láttam, hogy hát nem tudom, hogy nevezik ezt ebben a világban kiegészítő implantátum, vagy ilyen transhumán cucc, ami még rátesz erre egy lapáttal. Szerinted az is evolúció, hogyha a kezünkbe vesszük az evolúciót, és mi tekerünk rajta egyet, az még belefér? Hát igen, csak ugye az már akkor, nem tudom, mesterséges evolúció, vagy más fajta, viszont valószínűleg sokkal gyorsabb is tud lenni, mint a természetes evolúció, mert hát
azért a technológiával nagyon sok mindent meg lehet oldani, hogy egy csomó, tehát naponta röppennek fel hírek, akár a Elon Musk-nak így nemrég a agyba ültethető neurochipjének a ötlete, amivel kísérletezgetnek, de számos ilyen technológia kutatás folyik, amik, tehát ugye a cyberpunk meg gyakorlatilag erre épül, hogy részben, hogy tele vagyunk implantátumokkal, amelyektől jobbak, ügyesebbek, okosabbak, akár hosszabb életűek leszünk. Igazából ez szerintem a science fictionnek egy ilyen alap jává vált, ha máskor nem, akkor a William Gibson neurománcától kezdve gyakorlatilag szerintem nem nagyon van olyan távoli jövős science fiction, űropara, bármilyen olyan sztori, amiben lennének implantátumok, akár a kommunikáció ne a fejbe zajlana, vagy ne lennének olyan eszközök, amik tényleg így segítenek a megőrizni, vagy feljavítani az egészségünket. Úgyhogy nekem ez így sci-fibe természetes, én hiányolom is, hogyha ha x száz évvel későbbi science fictionben nincsenek, tehát hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint most, és csak ugyanúgy élünk, mert szerintem ez abszolút, hogyha ha ki tudjuk használni ilyen technológiáknak a előnyeit, akkor azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy sokan utasítanák el. Nyilván lesz, aki elutasítja, de azért tehát nem okoz szerintem csak ideig, óráig ellenérzést. Egyfajta végső célnak tűnik az ilyen technológiai kiterjesztésben, hogy találjuk meg a módját a tudat digitalizálásának, illetve továbbmenthetőségének. Ez ugye egyenlő lenne a halál kikerülésével, ez is felmerül itt a könyv kapcsán. Hogyha ezt elérjük, akkor megvagyunk, tehát akkor elérjük az ultimate célt, amit az emberiség kitűzhet maga elé? Hát lehetséges, ugye maga egyébként a tudatdigitalizálás egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye alapvetően az a tudatnak a lemásolása akar lenni, ami meg valahol egyenlő a halállal, mert ugye, hogyha nekem lemásolják a tudatomat, akkor attól én még nem az a tudat leszek, hanem az az én tudatmásolatom. Az ellopható testekben, a regényemben ez egy kicsit másképp van, mert itt összefolyik a... Tehát ezt próbáltam úgy kikerülni, hogy maga a digitalizálás folyamata az összemosódik, tehát nem lemásolják a tudatot, hanem gyakorlatilag átképezik egy digitális formába, és így valamikor így a kettő között lebeg az ember, tehát félig még a biológiai testének a tudata félig lebontva, és amikor ez így elkészül, akkor a test az meghal, de a tudatérzés folytonos, tehát ezt én így próbáltam úgy kitalálni, hogy ne merüljön fel ez a kérdés, hogy na jó, de ez egy csak egy digitalizált tudat, csak egy másolat, és nem az eredeti. Viszont ugye, ami szerintem érdekes a regényben, hogy én nem választom el a digitális tudatot a test érzettől, illetve elválasztom, csak hogy utána folyamatosan ezek a tudatok testbe kerülnek, és ott léteznek. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt tényleg úgy képzeltem el, és ez, ami talán egy ilyen érzékletes hasonlat lehet, hogy ahogy föl kell az ember mondjuk reggel, és kiválasztja, hogy milyen ruhát vegyen fel, úgy tényleg ezek a digitalizált tudatok azt választják ki, hogy na, most éppen milyen testben akarnak létezni, fogja a gép, kinyomtatja, és akkor abban vannak addig, ameddig akarnak, és hogyha megunja egy-két óra múlva, vagy akkor kitölti magát belőle, és nyomtat magának egy tetszőleges másikat. És ez egy elég ijesztő is, de ugyanakkor valahol szerintem ilyen felemelő lehetőség is lehet. Egyrészt ugye nincs meg a test korlátja, meg az a, vagy mondhatni a test börtöne, amiben ugye be vagyunk zárva, és ahogy ketyeg a biológia óra, és szépen megöregszik, és mivel együtt vagyunk vele, így eljön a halál pillanata, így viszont ez gyakorlatilag lényegtelenné válik ebben a történetben az emberiség számára, de azért ez sok kérdés vetít fel, mert ugye nem mindenki gondolja feltétlenül azt, hogy a tudat elválasztható a testtől, és az így elég sok kérdést is felmet, amiket én így próbáltam körüljárni, tehát nem fog mindenki rajongani azért a technológiáért, és nem is gondolja feltétlenül mindenki azt, hogy
hogy ez lenne valóban az emberiség útja, hogy ilyen digitális tudatokként, testekbe töltögessük magunkat, és úgy éljük az életünket. Szóval ez nagyon, nagyon sok kérdést vet fel, annak ellenére, hogy ez tényleg egy ilyen tud előremutató majd, hogy nem ilyen istenszerű létezést is okozhat, de azért nem ennyire egyértelmű. Sokszor bejönnek még a képbe a mesterséges tudatok, életformák, androidok. Nekik mi a helyük a mi életünkben? Mi istenek szeretnénk lenni, vagy egyszerűen csak mindenki a saját dolgát szeretné megkönnyíteni, amikor különböző mérnökök dolgoznak ilyen projekteken? Én szerintem a mesterséges intelligencia kutatások célja elsősorban az, hogyha, hát most azon túl ugye megint egy kis kitérő, hogy mit nevezünk mesterséges intelligenciának, mert ugye mindenféle akár öntanuló, vagy mai algoritmusokat is már annak nevezzük, de most nyilván nem, mi nem arról beszélünk, hanem akár a mesterséges szuperintelligenciáról, ami mondjuk esetleg önálló tudattal is rendelkezik, mert ugye ilyen mai használattal mesterséges intelligencia az akár mondjuk az önvezető autóknak a fedélzeti komputere, az is mesterséges intelligenciaként, ugye arra is mesterséges intelligenciaként hivatkozik, noha semmilyen intelligencia, vagy semmilyen elme nincs mögötte, egy algoritmus, ami beprogramozott döntési helyzetekben próbál valamilyen önálló döntést hoz, hát önálló döntést, illetve nem is önálló döntést hoz, hanem a megfelelő döntést próbálja a szituációkban hozni. Hát ha tényleg tudunk az embernél intelligensebb, mesterséges elmét létrehozni, nyilván annak egy célja van, hogy megoldja az összes létező problémánkat, és akkor eljön a csodálatos utópia. Tehát ez az optimista forgatókönyv egyébként. Aztán nagy kérdés, hogy mondjuk ez sikerülhet-e, vagy egyáltalán lehet-e létrehozni ilyen intelligenciákat, és egyáltalán mondjuk érdekeljük-e őket utána, meg nem valami jóval érdekesebb dologgal kezdenek el foglalkozni, mint mondjuk az emberi civilizáció. Én az ilyen nyers feladatmegoldáson túl szoktam látni egy olyan vágyat, hogy legyen mellettünk itt egy olyan élő lény, és tudjuk magunkat reprodukálni. Észreveszek én mondjuk a filmekben, könyvekben egy ilyen vágyat, aztán nem tudom, hogy ez a valóságban mennyire célkitűzés. Nyilván az ilyen interfész, illetve az ilyen ember-gép közötti kommunikációnál jó, hogyha minél élethűbben tud visszaszólni egy emmi, de nem tudom, hogy meddig akarjuk ezt húzni, vagy fontos-e ez nekünk a későbbiekben, úgy, mint a filmekben. Hát nem tudom, egyébként, tehát most itt mondjuk ilyen androidokra, vagy ilyesmire gondolsz elsősorban, hogy legyen kézzelfogható formája, alakja annak az intelligenciáknak. Hát ez szerintem biztos, hogy előbb fog valamilyen szinten bejönni, ugye, tehát ami szerintem az ilyen mesterséges intelligencia kutatásnál először meg fog jelenni, mondjuk akár a időskori időseknek az ápolásánál, akik mondjuk egyedül vannak, és nekik lehet, hogy egy ilyen android vagy robotszerű emberi viselkedés mutató gép is nagy segítséget tud nyújtani, hogy ne magányosan kelljen, vagy tehát, hogy eleve megsegíteni az életbe, de akár ugye házi állatokat is lehet, hogy egy idővel ilyen robot eszközök kell fognak, nem azt mondom, hogy helyettesíteni, de hogy ezek is beszivárognak az életünkbe. Hát egyébként meg valószínűleg a legnagyobb pénz az meg a szexiparban van, mint mindig. Úgyhogy biztos, hogy az, ha eljut oda a technológia, akkor a szexandroidok szerintem nagyon gyorsan, nagyon, nagyon fejlettek lesznek, mert nagyon sok pénzt lesz ebben az iparágban, szerintem. Igen, gondoltam, hogy van egy ilyen aspektusa is a dolognak. Na hát én, amikor így kézbe vettem a könyvet, akkor egyből az Xpense, illetve az Altered Carbonnak egyfajta ilyen mixe jutott eszembe, de úgy, hogy ezek a pillérek így erősítik egymást, tehát nagyon megtetszett, meg követem is
azokat a posztokat, amik erről születnek. Hát Botond, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Nagyon szívesen. És nektek, kedves hallgatók, ajánljuk akkor az Eldobható Testek című könyvet. Minden könyvesboltban, ha jól tudom, megtalálható. Így van. Nagyjából a műsorunk végéhez közeledünk, de én amondó vagyok, hogy még ne búcsúzzunk el a hallgatóktól, beszélgessünk kicsit még a mai témáról. Mi a ti gondolatotok, érzésetek ezzel az egész mesterséges intelligencia per android vonallal? Tehát például most itt vihar tört ki gyakorlatilag itt Zuglóban, ahol én lakom, és például a mesterséges intelligencia, mint olyan, az időjárás előrejelzésben is nagyon nagy haszonnal kecsegtet, vagy nagyon fontos a mesterséges intelligencia egyre nagyobb elterjedése a meteorológiai előrejelzésekben is. Tehát csak azt akarom mondani, hogy le lehet választani ezt az MI meg Android dolgot, effektíve a Data-ról, meg a Science Fiction-ről, meg az Én a robotról, vagy a Mikrobiról, vagy a robotzsarúról, vagy ez egy sokkal árnyaltabb kép, és gyakorlatilag úgyis a mindennapjaink része, mert hogy a mindennapjaink része már, de hát nyilvánvaló, hogy ezek a Turing-teszten nem mennének még át, de hogy erről mi a véleményetek, fiúk? Árnyaltabb persze, és fognak még itt megbukni kormányok, választások lesznek befolyásolva, lesznek hatalmas nagy problémáink, de nem állhatunk ennek az útjába. Sokkal nagyobb haszonnal kecsegtet az, amit a mesterséges intelligencia hozhat nekünk, és nem csak a saját példáinkból tanulhatunk, de itt vannak ezek a remek skifik, tehát Miklóssal teljesen egyetértek, hogy a szituációknak egy részét talán már lezongorázhatjuk előre, és a mérnökök ilyen előrelátással tervezhetnek algoritmusokat, vagy protokollokat, vagy olyan rendszereket, amik mondjuk nem azt eredményezik, hogy fejjel megyünk a falnak, hanem gondolnak ilyenekre is. Egyébként félnünk kell a robot Putyinoktól? Hát szerintem mindenféle diktatúrától félni kell és lehet. Szerintem a robot Putyinoktól is félni kell. Olyanért, ha arra gondolsz, vagyis én legalábbis azért félek igazán, mert mi van akkor, hogyha már kikerül a kezünkből ez a rengeteg tanuló algoritmus, ami például politikai véleményeket befolyásol. Amit erről már egyszer beszéltünk, tehát hogy gondoljunk bele abba, hogy persze a jó kis tanuló algoritmusok, öntanító algoritmusok alapján jelennek meg a célzott politikai, meg egyéb hirdetések például a Facebook faladon. Ehhez nem is kell mesterséges intelligencia, ez egyszerűen figyeli, korrelációkat keres különböző viselkedésed, géphasználatod, geolokációid, meg egyebek között, és meglepően sokat tud rólad anélkül, hogy az bármilyen emberi agyba benne lenne. Tehát ezt a rendszer tudja, még ha a rendszernek nincs is öntudata, de a rendszernek célfüggvényre optimalizál, és ha ez a célfüggvény, az bekerül maga a rendszer is. Tehát, hogyha egy rendszernek nem csak az a célja, hogy megtanítjuk neki, hogy a legtöbb sampont el kell tudni adni, és akkor mindenkinek a megfelelő reklámot küldjed, léci, hanem valahogy ebbe a célfüggvénybe az is belekerül, hogy a rendszernek magának az önfenntartása is ettől függ, mert hogyha a sampontgyár csődbe jut, akkor az algoritmus sem működhet tovább, és ezért az algoritmus kb. Ilyen módon idézőjelben, nagy idézőjelek között, de öntudatra ébred, akkor tulajdonképpen az is lehet, hogy tulajdonképpen elkezd önző módon viselkedni, és az ilyen fajta dolog, az nagyon gáz, amikor például politikai hirdetéseket úgy osztja szét a mesterséges intelligencia, hogy az a jelölt nyerjen, ami neki valamiért jó. Igazából, ha ez most történne, nem biztos, hogy észrevennénk. Tehát, hogy a Cambridge Analytica mondjuk betáraz valami megfelelő bonyolult függvényt, aminek az lesz a célja, hogy X és Y jelölt megnyerje ezt meg azt a választást, de hogyha már túltanulja magát ez az algoritmus, akkor bizony abban lehet baj. Úgy mert az algoritmus jobban ismer minket, mint mi saját magunkat,
és ezt még az Orwell soha se gondolta volna, még ő sem, úgyhogy ebben lesznek nagy csapdák, de én is hasonlóan egyébként Brandon Hackett-hez meg Csabához azért én is megkerülhetetlennek tartom ezt a dolgot, és ilyen módon én is szeretném optimistán látni ezt a helyzetet. Visszaadjuk a szót a stúdiónak. Igen, azért azt el kell választani talán, hogy a mesterséges intelligencia az nem egyenlő azzal, hogy mondjuk a Facebook rage rankje, hogy osztja ki számunkra a különböző személyre szabott hirdetéseket, tehát azért az még nem mesterséges intelligencia, tehát azért nagy erővel dolgoznak ezen, ugye ott van az IBM-nek a Watson, ugye úgy így hívják, ha jól emlékszem, ugye aki Jeopardy-ban a, hát magyarul a mindent vagy semmit, de Vágó Pista azt mondja, hogy az nem ugyanaz a műsor, de ugyanaz a műsor. Mit gondoltak az űrkutatás fejlesztéseknek, mondjuk az űrkutatás terén? Ugye emlékszünk, volt az a pici kis cuki android, amit, vagy hát robot, amit fölküldtek a nemzetközi űrállomásra, és ott segített, hát segített ott a mindennapokban. Az pont a Watsonnal működött egyébként, igen. Mert hogy nagyban segítheti a jövő pionírjait a naprendszer felfedezésében, személyes felfedezésében a mesterséges intelligencia, vagy akár az androidok, robotok megjelenése nagyobb számban az űrkutatásban? Igen, ember menjen a Marsra, ember legyen ott, tehát ezeknek a határoknak az áttörése, akkor fogjuk felkapni a fejünket, amikor konkrétan ott van egy ember, és elérte azt, amit még eddig soha senki. Most elmegy egy szonda az Io mellett, kit érdekel, érted? Lehet, hogy felbecsülhetetlen adatokat hoz nekünk, és olyat mutat, amit eddig még nem láttunk, de nincs az a hírportál, ahol erre tömegesen kíváncsiak lennének. Nyilván ez lesz az egészben a truváj, hogyha emberek vannak ott. Ettől még az Emmy nem szorul hátra, vagy nem kell neki hátrányban lennie, mert jönnek azok az alkalmazások, azok a berendezések, olyan gépek, amiknél segítségünkre lehetnek az algoritmusok, csak nem annak fogunk örülni, amikor ezek az algoritmusok törik át a határt, hanem amikor az ember áll ott, és egy olyan helyen van, ahol eddig még soha, mi annak fogunk természetesen mindig örülni. Hát igen, PR szempontból nyilván az a lényeg, hogy az ember legyen ott az újság címlapon, de valójában én azt gondolom, hogy ez nem választható szét, mert egyébként oké, hogy lehet, hogy örvendetesen egyébként megindul végre az Apollo program vége óta először talán szépen lassan a naprendszerbe az embereknek az utazgatása, elhagyjuk végre az alacsony föld körüli pályát, így 50 év után már ideje. Viszont hát az a helyzet, hogy ez egyáltalán nem megoldható a mesterséges intelligencia nélkül, illetve megoldható, persze a 60-70-es években is meg lehetett oldani, de micsoda pluszt ad majd ehhez például egy említett minden tudó fedélzeti asszisztens, vagy egy olyan ügyes kutató robot, aki segít az űrhajósoknak a felfedezésben, a Mars felszínén például, mint ahogy egyébként pontosan az emlegetett science fiction sorozatokban is mindig húsvér űrhajósok mellett segítőtársként, szakemberként jelentkeznek ezek, és ahogy mondtad, a Watson a fejecskéjében hordó kis gömb alakú segédrobotocska az valóban ottan működget az ISS nemzetközi űrállomás fedélzetén már most, persze kísérleti jelleggel, tehát segíti az űrhajósok életét, és akkor persze természetesen adódik a párhuzam rögtön, ugye minden science fiction alfájával és omegájával, a 2001 űrod üsszeljával, amiről eddig nem ejtettünk szót, de ugye ez 1968-as film, és annak ugye a főszereplője Hal, a mesterséges intelligencia, aki nem egy android formájában van jelen, hanem ő az űrhajónak a tudata tulajdonképpen, és ugye szerintem inkább ilyen módon meglepően jó dolog az, ami ott van, meglepően valósághű, hát jónak nem mondanám, hiszen tragikus lényegében a történet bizonyos szempontból, de nem sült el ott jól ez a dolog, de az jól megmutatja, és hogy az emberek és a mesterséges intelligencia együtt létezése lehet az optimális kombináció a naprendszer felderítéséhez, és szerintem e felé halad a világ. Talán mindennel kapcsolatban így van, ami mesterséges intelligencia, nem, hogy egyfajta szimbiózisra kell törekednünk. De hát ez már egy másik műsor témája, én azt gondolom, hogy ez messzire vezet,
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a beszélgetésben, Markovics Botonnak is köszönöm, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és nektek, kedves hallgatók, köszönjük, hogy megint velünk tartottatok immár a 34. alkalommal, jövünk a 35. adással október 15-én, addig hallgassatok sok Szokolébresztőt, meg Impulzus podcastet, nézzétek az oldalunkat, olvassátok az egyre szaporodó saját cikkeinket, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok, és mesterséges intelligenciák is hallgathatnak és olvashatnak minket, de csak saját szórakozásra tegyék ezt, tehát ne mahináljanak az adatokkal. Sziasztok! Majd vakba kéred, vagy MP3-ba? MP3-ba kérem szépen, az lesz a műsor címe, hogy Robot Putyin és Pinokkió pozitronagya. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu